Rengeteg a dolgom. Teltházas közönség és folyamatos nevetés kísérte a Bartók Kamara Színház új előadásának premierjét, Lapis Erika és Makranczy Zalán főszereplésével, komikus jelenetekkel és humorral ötvözve ismerheti meg a néző Mirandolina és a lovak szerelmi történetét. Makranczy Zalán szerint a premierre összeérett az előadás. Attila úgy rendezte meg, hogy az egésznek mint egy óraműnek kell működnie. Jön a poén, nyílik az ajtó, csukódik az ajtó, leesik a pohár, megszólal az ember, leejti a zsebkendőt. Tehát, hogy így szépen jönnek ritmikusan egymás után a dolgok. És hát ott a fotós próbán még azt éreztem, hogy kicsit ez a gépezet, ez csikorog. És akkor mostanra már jó sokszor mentünk egybe, és akkor ezáltal ilyen nagyon flott lett a dolog. Bár most nagyon meglepődtünk, hogy beült a közönség, aki eddig nem volt, és ezek elkezdtek nevetni. Hihetetlen. És az megakasztja a gépezetet. Király Attila rendező elmondta, hosszas próba folyamatok előzték meg a premiért, de mint a 150 perces előadás sikere is mutatja, lehet igazi színházat csinálni a Bartók Kamara Színházban. Nagyon sokat noszogattam őket, az tény, nagyon sokat dolgoztunk rajta, nagyon sok pontosságot kívánó munka folyamat volt ez. De figyelj, ezt most nyilván ilyenkor az emberről azt feltételezik, hogy most mindenféle szépeket mondok, mert muszáj. Én azért szeretek többek között itt dolgozni. Valahogy ebben a színházban lehet színházat csinálni. Ha ez egy hosszú, mély interjú lenne, akkor azt is el tudnám szerintem mondani, hogy miért nem lehet máshogy színházat csinálni, és miért lehet itt színházat csinálni, de itt lehet. És nagyon jó színészek vannak. Most megerősítve mondjuk például a Zalánnal, Sipos Verával, de hogy itt olyan színészek vannak, akikkel tényleg élmény dolgozni. Hogy sikerült a színpadra állítani egy klasszikus vígjátékot, és én úgy vettem észre a nézői tapsokból és nézői nevetésekből is, hogy elnyerte tetszésüket. Az intézmény igazgatója, Borsos Beáta szerint eredményesen debütált a Mirandolina című vígjáték, amelyet a közönség reakciói is mutatnak. Kuncognak, sokat nevettek, még a apró poénokon is, tényleg mindig máshonnan jött föl egy kacal, mindenkinek más jelentett a poén. A legjobb tényleg az a macskás jelenetek, tehát én azt gondolom, hogy aki egy picit is ilyen jó barátok néző, az egyből visított a nézőtéren szerintem, de tényleg ez ilyenkor mindig örömmel tölt el, hogyha elégedett és jókedvű nézőt látok a nézőtéren. A firenzei kacérfogadós lány Mirandolina és a nőgyűlölő lovak szerelmi történetét február 22-én, 23-án és 24-én 19 órától tekinthetik meg a kultúra kedvelők a Bartók Kamara Színházban. Az a férfi, aki lenézi, megveti és gyűlöli a nőket, nem esik szerelembe.